Az Ákosfalva községhez tartozó Nyárádszent Benedeken napelempark építésébe kezdett az önkormányzat. A projekt még a közbeszerzési procedúra előtt áll, ám az előkészületi munkálatokat már elvégezték. Körülbelül 40 ári területre épül meg ez a napelempark, ami kimondottan a községet fogja szolgálni, vagyis elektromos áramot fog termelni azoknak a épületeknek, középületeknek, közvilágításnak és minden olyan egységnek, pompaháznak, tisztítóállomásnak, vagy tervben levő projektjeink, amelyik most kifutás alatt van, munkálatok alatt van, még azok részére is. Ide fel fog szerelődni körülbelül 320-330 napelem, három inverter, egy transformátorállomás, és persze bekerített terület, kamerákkal védett terület. A napelempark közel 3 millió lejes értékű beruházás, ami átadását követően nagy mértékben tehermentesíteni fogja az önkormányzatot, és így a megtakarított pénzt egyéb fontos fejlesztésekre tudják majd fordítani, hiszen több projektje is van a községnek, amelyek szociális téren jelentenének előrelépést. Ugye köztudott az, hogy ennek vonalat kell hozni, az elektrika kell ezeket a részeket bevállalja, megoldja, de a mi költségünket. Nincs nagyon távol, itt van egy olyan 200 méterre a megfelelő feszültség, és gondolom, hogy hamar és jó minőségben lesz készítve. Ezt is az idén beszeretnénk fejezni, hogy minél hamarabb nekünk termeljen. Egyéb projektjei is vannak az önkormányzatnak ezen a helyszínen, ezek között vannak olyanok, amik már a kivitelezési fázisban vannak, például az önkéntes hulladékudvar, ám vannak, amelyek még csak elképzelések, jövőbeli tervek. Itten ez a terület, ahol a hulladékudvar, ahol a sportpálya, ahol a napellenpark és közelségében a Tódalagi kastély áll, ez összegében körülbelül 4 hektáros terület. Fenn van maradva még kb. Egy olyan 30-35 ári bozótos, elhanyagolt terület, amivel nem foglalkozott forradalomtól napjainkig senki. Ez azért mondom így, mert nem olyan rég sikerült nekünk ezt a területet betelekelni, és így gazdára került. Oda arra bozótos, akármilyen részre, azt helyre szeretnénk állítani, vagyis földeléses munkálatokat, tömítéseket, fertőtéseket elvégezni ahhoz, hogy egy sétányt, játszóteret és különböző olyan dolgot megépíteni, ami a kastély közelségében beillik. Ákosfalva községben tehát nincs hiány tervekből, fejlesztésekből. A napelempark megépítése is óriási előrelépést jelent a község számára, amiből a község összes lakója profitálhat, hiszen azáltal, hogy a középületeket, a közvilágítást ellátja elektromos árammal, nagy kiadástól mentesül az önkormányzat, melyet más célokra fordíthat. A célok pedig, amiket kitűzött maga elé az önkormányzat, az, hogy élhetőbb, korszerűbb településekké tegyék a falvakat, ahol jó élni és gyermekeket nevelni.